Cselednek az egész gálának a jegyárbevételével, mint a felajánlásai Marcinak és a családjának mennek, hiszen komoly anyagi terheket rúg a családra ez a kezelés és a vele járó költségek. Aki szeretne felajánlásokat tenni, az megteti a Magyar Ökölvívó Szakszövetségen keresztül, biztos lehet benne, hogy amit felajánl az eljött Marcéknak. És akkor jön a 9. összecsapás, a piros sarokban Gazsó Márk, kék sarokban kébíró Ádám, 75 kg-ba jön az összecsapás, ugye ez már, hogy mondják is, ugye a kategória elit, tehát nincs fejvédő. Fontos tudni Gazsó Márkról a piros sarokban, hogy a testvérvárosa kupáján bronzérmet szerzett. Ellenfele viszont a kék sarokban képíró Ádám, a Vasas öklözője. Hát ő azt kell tudni, hogy egyetem is főiskolai bajnok, méghozzá úgy nyerte meg az egyetem is főiskolai bajnokságot, hogy a torna legjobbjának is választották. Úgyhogy két kiváló ökölvívó összecsapását láthatjuk. Nem akármilyen eredményekkel és fölkészüléssel, de hát az látszik is a srácok mozgásán az első menetben. Jól mozognak lábból, jól hajolnak el testtel. Ezért már jóval taktikusabb, itt nincs az a fajta izgalom, mint a korábbi meccseken, hogy egymásra kontanak a különböző gyönyörű kombináció közben. Képírótól egyetemi bajnokhoz méltóan indult a baj, majd pusztította jobb. A Gazsó kihort a lábon. Fantasztikus, hogy megindult. Egy pillanat alatt képíró ritmust váltott, és indult a jobb. Most azonban Gazsó résen volt, és későt a sarokból. Ügyesen hajol képíró is, szeme a játékon. Gazsó próbál testre ijeszteni ballal. A képíró újra, felütés. És megvan a sarokban, jön is az utasítás, hogy onnan ki kéne jönni. Ezt teljesítette is képíró Ádám. Gazsó tapad rá, újra testre ment képíró. Gyönyörűen hajol el Gazsó ütése elől a magyar egyetemi bajnok. Ezért becsülete legyen mondva, hogy Gazsósnak feltartott kézzel áll ki képíró ellen, hát miért is tenné. A fizikai adottságokat nézve képíró azért jó félfeje magasabb és hosszabb is. Ebből adódóan Gazsónak mindig be kell törnie ütőtávon belülre, amit eddig ügyesen megold. Próbálkozik ballal, elhajlásból, és beszorul a sarokba. Kérdés, hogy képíró mit tud ezzel kezdeni, jobb talált. Figyelmeztetik a játékvezető Gazsót. Mindjárt véget ér az első menet, még volt egy nagyon szép képíró kombináció. De Gazsó nem bejátszik abszolút alárendelt szerepet. Újra beszorul a sarokba Gazsó. Szépen dolgozik testből. A testvérváros a kupáján a bronzérmese, a piros sarokba. Most megint beszorul. Ez egy szép kis első menetet láttunk, talán a Vasas versenyző képíró alá megy. Tiszta kombinációnak köszönhetően egy hajszállal erősebb teljesítmény mutatott a ringben, mint Gazsó. Két edző elmondja az utasításokat, mit szeretne látni a saját versenyzőjétől. A képíró sarkában azt mondjuk, hogy talán több mozgás vagy, hogy olyan, amikor Gazsó lehajol, akkor menjenek azok a felütések. Ezt mutatta talán a Vasas mestere az egyetemi bajnoknak. Jöjjön a második menet. Újra
Gazsó támad elhajlásból. Szépen mozog, körbe mozogja kébírót lábon. Egyfolytában megy a bal. Mennek egy kicsit belharcba. Próbál. Kiválóan dolgozik Gazsó, kébíró egyszer nem talált, testre viszont Gazsó szépen megsorozta az egyetemi bajnokot. Egy mosolya konstatálja, hogy hát őt ez annyira nem fogta meg. Most is azt látjuk, hogy kébíró bent középen, Gazsó pedig a ringbe körbe mozog, körbe táncolja. Hát ugye, mint alacsony, rövid a versenyző, ez célra vezető taktika lehet. Pirosra, vagy egy fejjel nem kéne annyira alacsonyan Gazsónak dolgoznia. Megy a felütés, képírótól, ahogy a mester kérte. Most testes hozza föl fejre. Bajba lehet Gazsó, nem jön a sarokból. Igen, rá is számol a játékvezető. Akkor, amikor a második menet felement el. Egy jó 5-6-os kombinációt láthatunk képíró Ádámtól. Egyetemi bajnokhoz illően belekezdett itt a második menetbe. Próbálkozik Gazsó testre. Képíró azzal a könnyebb tudattal ment ki, hogy most ugye a számolás miatt már fölényben van ebben a menetben mindenféleképpen. Mindig nehezményezi a vasas mester, hogy képíró kevés felütés mutat be. Sokszor elhajó Gazsó ellen. Gazsó megindul szépen, még nem nagyon talál. Most kerezze mind a ketten. Gazsó teste föl fejre, most balla jobban is talál képíróra. Méghozzá fejem. Szépen mozognak a fiú. Gazsó hajol el törzsből. Képíró pedig jól dolgozik testre. Megint beszorult a sarokba Gazsó. Megint számol rá a játékvezető. Most már másodszor ebbe a második menetben. Hát csak néhány másodperc van vissza a második felvonásból. Gazsó jelzi, minden oké. A ring végé meg mindjárt jelzik, hogy mindjárt vége. Ezt így csúnyán nyerte képíró. Ezzel a két rászámolással. És ebben a pillanatban vége. Kétszer kell rászámolni Gazsó Márkra. Én is képíró Ádám, a vasas versenyző, egyetemi és főiskolai bajnok. Szépen megdolgozt a testem. Felütésekkel, különböző kombinációkkal, test fejre, ahogy kell. Forduljunk rá az utolsó 3 percre. Akiben a kék sarokban képírót és a stábját láthatjuk. Én mindig több felütés szeretne látni a vasas mesteretől, itt pedig a piros sarokban Gazsó Márknak mondják a technikai utasításokat, hogy mit és hogyan kellene talán egy kicsit máshogy csinálni, hogy ne hozza magát kiszolgáltatott helyzetbe képíró ellen. Ja, úgy sincs egyszerű dolga. A testvérváros a kupáján a bronzérmesének, hiszen egy jó félfeje alacsonyabb, és ez ugye az ütő tárgya, és ezért lényegesen kisebb képíróinál. És jön az utolsó, harmadik menet. Lássuk, hogy sikerült-e valamit Gazsónak újítania, sikerül-e valamit újítania. Képíró. Az szépen betalált, hogy jobban fejre képíró Ádám. Megint beszorult Gazsó a sarokba, próbál elmozdulni. Ahhoz képest, hogy már két menetet nem is akár, hogy leboxoltak a fiúk erőlétben, nagyon jól, kiválóan bírják. Fáradtság jelei nem mutatkoznak az öközőkön. Az első fél percet nagyon meghúzták, megint próbálkozik testre képíró. Szeretnének bal felütést látni képírótól, hozzá testre. Folyamatosan dolgozik. Most egy jobb csapottal megfogta Gazsót egyértelműen képíró, és azt mondhatja a játékvezető, hogy akkor itt és most a versenyzők egészségének megmúlása érdekében ennek a találkozónak vége. Tehát a harmadik menet első percének legvégén egy jobb csapottal fejre talált képíró, amivel egyértelműen megfogta Gazsó Márkot, így a vasas versenyzője nyeri a mérkőzést idő előtt.
gratulálunk a teljesítményéhez, hát ez egy összeegyetemi bajnoktól, magyar egyetemi főiskolai bajnoktól azért mást nem is vártunk. Nagyon szépen hozta ezt a mérkőzést. Képíró Ádám. A vezetőbíró a mérkőzést beszüntette. Győz a kék sarokban képíró Ádám Vasas Sűrös. Az első igazán komolyabb tapsvihar itt a Szimból Budapestben, aminek ezután is köszönjük, hogy otthont had ennek a jótékonysági gálának, ahol Vörös Marciavára gyűjt a Magyar Ökölvívó Szakszövetség, és mindenki, hogy a jelképes 1490 forintos jegyárak, azok is az összes ebből származó bevétel, amit a többi felajánlás is Vörös Marcinak és családjának megy, hogy a leukémia elleni harcba segítsék őket anyagilag. Marci